Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról részvevőket. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek bennünket. Jelenlétükkel a Problem Prevention Holding, röviden PPH, a Honor Trade részvénytársaság, Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös rendezvényén. Én Cang Ferenc vagyok, a PPH egyik vezetője. Előjáróban szeretnék elmondani, hogy mennyire jó helyen vagyunk. Ezt most tapasztaltam meg az elmúlt fél órában, ugyanis Budapesten keresztül jöttünk, családommal együtt vagyunk itt, és egyik tanulónkkal, és Budapest belterületén szakad az eső, őrült nagy forgalmi dugó van. Néztem az órát, ráadásul a üzemanyag is fagyóban volt, de bőven belefértünk időbe, üzemanyagba, és mire ideértünk, szépen szinte süt a nap, de nem esik az eső, úgyhogy szinte még meleg is van. Jó, tehát bezáró zárójel, csak azért mondtam el, hogy mennyire jó helyen vagyunk, ezt így érzem. Az előadásokat és itt az előadás résztvevők is tegezzük egymást, ugyanis van egy jó mondás, hogy a magától nem történik semmi, ezért csak te tőled fog változni a világ, ezért is tegeződünk. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő 1984 óta él családjával Budapesten, feleségével Marianna, kiegyensúlyozott boldog családi élete van, és két fiúgyermeket neveltek föl. 1987 óta foglalkozik emberekkel, 91-től szervez, és azóta van saját szervezési csapata. 1993-tól vezet embereket, előzőleg korábban több pénzintézet vezetője volt. 1996-tól kezdett a spiritualitás felé nyitni, és jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetőjének a vezetője. Irányításával a PPH 4 különböző területen lett már piacvezető, és nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek a vezetésével egy szervezet ugyanezt elérte volna már. Általa több százezer ember vett már igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget, és személyesen eddig több tízezer ember képzésében és vezetésében vett részt. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar embereken segíteni, hogy élete közben romokban hever, sajnos ezt látjuk máshol. Ő kizárólag olyan dolgokat tanít, amit él és használ is mindennapjaiban. Vezetőnk több különleges médiumi képességgel is rendelkezik. Küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Most pedig szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nem tudom, ti mit tapasztaltok ezzel kapcsolatban. Én azt tapasztalom, mindjárt mondom, hogy mivel kapcsolatban. Az emberek azt gondolják, hogy azért élünk, hogy mit tudom én, mondjuk túléljünk. A túlélésnek ugye két formája van, hogy maga az egyén az túlél, a másik, hogy utódokban túlél. Ugye ez a túlélés. És ugye egyik az, hogy túlélés, a másik pedig, hogy minél több pénzük legyen, hogy minél többet meg tudjanak, több dolgot meg tudjanak szerezni. Tehát az emberek azt gondolják, én azt látom, hogy erről szól az élet. Na most, hát akkor mondom egy másik dolgot, hogy ugye azt is látom, hogy mondjuk két ember összeházasodik, és akkor ugye kezdetben egész jól elvannak, és akkor szépen, ahogy telnek az évek, ugye egyre nagyobb az esély arra, hogy elváljanak. Miért? Mert mondhatjuk azt, hogy igazából kifut a párkapcsolat. Tehát nem tudom, mennyire tudjátok, nyilván akik itt tanulnak, tudják, akik a díjmentest hallgatják vagy nézik, azok kevésbé, hogy a párkapcsolatot három dolog tudja összetartani. És abból a három dologból mondjuk egynek legalább meg kellene lenni.
Nézzük, mi ez a három dolog. Közös családi fészek építése, létrehozása. És ameddig a családi fészek építve van, addig az összetartó erő. Ha már fel van építve, kész, akkor az már nem összetartó erő. Oké? Mai világban ugye ez úgy működik, hogy minél hamarabb megvan a családi fészek, tehát ami azt jelenti, hogy minél hamarabb elkészül, annál rövidebb ideig összetartó erő. Mi a nejemmel mondhatjuk azt, hogy majdnem minden évben építkeztünk régebben, de tényleg, hát csak nem 20 évig. Ugye ezt a gyerekek tudják, hogy ez azt jelenti, hogy ez az összetartó erő, ez gyakorlatilag egy ilyen 20 évig működött nálunk. Akkor mi a másik összetartó erő? Tehát még egyszer, hogyha a családi fészek fölépült, akkor az már nem összetartó erő. A másik a gyereknevelés. Méghozzá a közös gyerek nevelése. Nem az én gyerekem, te gyereked, hanem a közös gyerek. Remélem mindenki tisztában van azzal, hogy mi az, hogy közös gyerek. Remélem ebben nem kell oktatást tartani. Főleg nem szemléltető oktatást. Nem közös közös. Szóval a közös gyereknevelés. Ez ugye azt jelenti, hogy ameddig a gyereket nevelni kell, addig ez egy összetartó erő. És akkor ugye majd elmondom, miért összetartó erők ezek, jó? Tehát amikor a gyerek felnevelődik, akkor ez az összetartó erő megszűnik. Ugyanúgy, mint a lakásnál, vagy a háznál, hogyha megvan a lakás, vagy a ház, akkor az, mint összetartó erő, nem működik tovább. Van egy harmadik összetartó erő, ami régen gyakorlatilag összetartotta a párokat évtizedeken keresztül, akár életük végéig. Már ez megszűnt a legtöbb párnál, ez már nincs. A háború, második világháborút követően ez szépen fokozatosan megszűnt. Ez a harmadik összetartó erő. Nyilván van akinél ez megvan, de azok a ritkák. Az a ritka pár, akinél ez megvan. Ez pedig a közös vállalkozás. A közös vállalkozás azt jelenti, hogy vagy közös földművelés van, vagy közös állattenyésztés, vagy közös bolt, vagy közös valamilyen üzlet, oké? Vagy közösen végeznek valamilyen közös tevékenységet rendszeresen, tehát közös tevékenységet. Tehát ez általában vállalkozás, tehát nem hébe-hóban történő dolog, hanem vállalkozás, amiből élnek. Tehát régen gondoljátok végig, mondjuk én lementem a rokonaimhoz, ahonnan anyu származott vidékre, ott mindenkinek volt vagy állattartás, vagy növénytermesztés, de vagy mind a kettő természetesen. És ez életük végéig kitartott, ez a közös tevékenység. Lehet, hogy már idősként már nem neveltek nagy állatokat, csak mondjuk apró állatot, és nem termeltek, mit tudom én, hatalmas földterületeken, csak mondjuk a kertbe. De ez megmaradt. És életük végéig gyakorlatilag ez mint közös vállalkozás működött. Na most megkérdezném, hogy a mai világban mi az, ami tartós párkapcsolat összetevő? Tehát régen is, ugye a gyereknevelés azért volt sokkal hosszabban tartós, összekapcsoló erő. Miért? Mert például az én nagyszüleimnek volt 8 gyerekük. És hát a legidősebb
az gyakorlatilag az már mikor megszületett a legfiatalabb, már javába házas volt. Gondold végig. Akkor hány év volt köztük a legidősebb gyerek és a legfiatalabb között? Több mint 20. Érted? Ami annyit jelent, hogy hogyha a legfiatalabb az 20 évvel fiatalabb volt, és még azt nevelték mondjuk 15 éves koráig, akkor ez 35 évig volt összetartó erő a gyereknevelés. Érted? Nem mint manapság, hogy a legtöbb családnak van egy gyereke, és az 15 évig ugye fölneveli mondjuk, mert utána már nem hagyja magát nevelni. És ez azt jelenti, hogy, most csak 15 évig tud összetartó erő lenni. De mégis megnézitek, rengetegen elválnak úgy, hogy van közös gyerek. És 15 éven belül. Oké? Tehát akkor lehet, hogy a gyereknevelés már nem igazán összetartó erő. Miért nem igazán? Mert az iskolában többet van a gyerek, mint otthon. És ezáltal, hogy az iskolában többet van a gyerek, mint otthon, kevesebb, jóval, mint régen, a gyerekkel kapcsolatos közös téma. Na ez a lényeg, hogy azért összetartó erő az építkezés, azért összetartó erő a gyereknevelés, azért összetartó erő a közös vállalkozás, mert van közös téma. És ha van közös téma, nem engedjük be. Amerikából jöttek. Ja, akkor beengedjük. Messziről jöttete, beengedjük. Szóval lényeg az, hogy ugye azért volt közös téma, tehát azért fontos a közös téma, mert a közös téma az azt jelenti, hogy kommunikáció. Tehát kommunikáltak egymással olyan dolgokban, ami mind a kettőt érdekelte. És ha az a téma, ami mind a kettőt érdekeli, azonosan gondolják a végeredményét annak a témának, akkor ezt úgy hívják, hogy megegyezés. Tehát az azt jelenti, hogy egyetértésbe tudnak kerülni a kommunikáció révén. Ha két ember kommunikál és egyetértésben van, akkor szimpatikusak lesznek egymás számára. A szimpátia pedig létrehozza a szeretetet. Ha nincs közös téma, akkor nincs miről beszélgetni. Ha két embernek nincs miről beszélgetni, akkor nincs miben egyetérteni. Megint elment. Nem értem. Most úgyse kell. Ha kell, visszakapcsolom, jó? Szóval két ember nem tud közös témáról beszélgetni, és nem tud megegyezni, tehát nem tud egyetértésbe kerülni, akkor nincs szimpátia. És ha nincs szimpátia, akkor nincs szeretet. És a mai társadalomban bizony ez okozza a párkapcsolati problémákat. Oké? Micsoda? Az, hogy nincs közös téma. Oké? Nem tudnak egyetértésbe kerülni. Ezáltal, ha két ember nincs egyetértésben, akkor hát gondold végig. Ha akár szeretsz valakit, elkezdetek vitatkozni, már rögtön nem annyira szereted. Ismerős ez a dolog? És ha ez a vita tovább fokozódik, akkor már annál kisebb a szeretet. Világos ez? Na most, ez mit jelent tehát?
a mai világban elérték, hogy van a társadalomnak egy biztos pontja. Az pedig a legkisebb közösségi egység, a család. A családokat úgy lehet szétverni, hogy meg kell szüntetni a kommunikációs vonalakat. Oké? A kommunikációs vonalak pedig ebben a három témában tudnak tartósan fennmaradni. A családi fészeképítés, a közös gyerek és a közös vállalkozás. Oké? Tehát ebben tud, ezekben tud tartósan fennmaradni. De ebből legalább egynek kellene lenni. Elérték azt, hogy emberek ne együtt dolgozzanak, tehát házaspárok ne együtt dolgozzanak, hanem külön-külön. Ha külön-külön dolgoznak, akkor az egyiket nem érdekli a másik témája, mert nem azonos a témájuk. Világos ez? Tehát ez azt jelenti, hogy szépen fokozatosan az alkalmazotti léttel elérték azt, és nem csak az alkalmazotti léttel, akkor nézzük tovább még mivel. Azzal, hogy gyorsan hozzájutnak ahhoz az ingatlanhoz az emberek, amik álmaik ne továbbja. És ezáltal, hogy gyorsan hozzájutnak, nincs további családi fészeképítés. Tehát most csak mondok egy példát velünk kapcsolatban, hogy mi beköltöztünk, azt mondja, hogy hány négyzetméter volt? 7x4 az 28, 28 négyzetméterben, és lett belőle 125. De nem úgy, hogy rögtön, hanem fokozatosan, ami azt jelenti, hogy 1, 2, 3, 4 további részletben még építkeztünk. Tehát 4 további részletben. Akkor ez nyilvánvalóan azt eredményezi, hogy egy kicsit értesz ehhez, hogy nem kockaház volt az a 28 négyzetméter. Hanem az azt jelenti, hogy lehetett mindig tovább építeni. Világos? Tehát egy hosszú ház, egy elalakú hosszú ház lett belőle. Tehát lényeg az, hogy gondoljátok végig, hogy mennyire van, nem érdekel, hogy gondolod-e, hogy igazam van, vagy sincs, de gondold végig, hogy mennyire van igazam ebben a kérdésben. Hogyha nincs közös témád a pároddal, mennyit beszélgetsz vele? Kétszer semmi. Érted? Ha nincs közös téma, mennyit szoktatok otthon beszélgetni? Én azt tapasztaltam, hogy nálunk megvolt mind a három, érted? De volt, amikor nem volt meg a három. Kettő vagy egy mindig megvolt. De ugye kipróbáltuk azt, tehát inkább nem azt mondom, hogy kipróbáltuk, megtapasztaltuk azt, hogy mennyi a közös téma a családi fészeképítésnél. Megtapasztaltuk azt is, hogy mennyi a közös téma a gyerekneveléseknél. Tehát a gyereknevelésnél. És megtapasztaltuk azt is, hogy mennyi a közös téma a közös vállalkozásnál. Mit gondolsz a három közül, melyik szolgáltatja a legtöbb közös témát? A harmadik. A közös vállalkozás. Mert az napi szinten téma. És napi szinten többször téma. Érted? És ha egy közös vállalkozásban két ember meg tud abban állapodni, hogy kinek mi a feladata, akkor még ráadásul vita sincs. Érted? De most például megnézzük a gyereknevelésnél, hogy számos esetben látom, ugye hiszen nagyon sok emberrel van személyes kapcsolatom, és rálátok az életükre, és nagyon sokszor látom azt, hogy például a gyereknevelést, a férfi és a nő, a közös gyereknevelést másként látja.
Tehát ami azt jelenti, hogy az egyik így akarja nevelni, a másik úgy. Ez akkor élesedik ki igazán a különbség, ha szétmennek, és a gyerek itt is van, meg ott is van. És teljesen látni akkor, hogy mennyire különböző a két embernek a gyerekneveléssel kapcsolatos gondolkodása. Tehát ami azt jelenti, hogy a párkapcsolatok, mondhatjuk azt, hogy lehet, hogy több mint felében, sőt valószínűleg több mint felében, másként nevelnék a gyereket. Nem egyformán. Érted? Ami azt jelenti, hogy a gyereknevelés nem biztos, hogy eredményezi az egyetértést, hanem pont a nem egyetértést eredményezi. Tehát én például láttam azt a szüleimnél, hogy ők két dolgon veszekedtek, mikor én még otthon laktam. Az egyik a pénz volt. Na onnantól, mikor volt elég pénzük, akkor már nem. Akkor már azon nem veszekedtek. A másik, amin veszekedtek, az én voltam. Tehát vagy a pénzem veszekedtek, vagy rajtam veszekedtek. Tehát ami azt jelenti, hogy én azt saját bőrömön megtapasztaltam, hogy nekik a gyerekneveléssel kapcsolatban más volt a nézetük. Teljesen. Oké? És emiatt nagyon sokat veszekedtek rajtam, miattam. Oké? Na most, de gondoljátok végig, hogy vajon az ismeretségi körben vagy a saját példátok alapján láttok-e hasonló dolgot. Tehát nem biztos, hogy a gyereknevelés az egyetértést eredményez a szülők között. Jó, tehát főleg gondoljátok végig, hogyha netántán olyan gyereknevelésről beszélünk, ahol már nem saját gyereket nevelnek, vagy van, lehet, hogy van saját gyerek is, vagy már kinőttek a saját gyerekből, és van a te gyereked, én gyerekem, család. Na ott mennyire tudnak a gyereknevelésbe egyetérteni? Hát a legtöbb család semennyire. Semennyire nem tud egyetérteni. Most ezt azért mondom, hogy megértsük, hogy egy olyan világban élünk, ahol elérték azt, hogy ne legyen közös vállalkozásod, mert a közös vállalkozás volt mindig, mióta a világ, a leginkább olyan kommunikációs eszköz, ami létrehozta az egyetértést. És ezért nem voltak válások régen. Érted? Mert volt közös vállalkozásuk. És tudod, mit látok? Például azt látom, hogy még egyszer mondom, hogy minél hosszabb egy párkapcsolat, átlagosan mondom, annál nagyobb az esély az elválásra. Miért? Mert nincs közös téma. Érted? Nincs közös téma. És átmegy unalomba a párkapcsolat, érted? Unják egymást. És utána mi lesz abból, ha két ember unja egymást? Hát az azt jelenti, hogy előbb-utóbb az egyik vagy a másik elkezd kísérletezni másnál. Oké? Okay? Mert kell az újdonság. Gondold végig, ha valamit megunsz, egy olyan világban élünk, mit csinálnak az emberek, valamit megunnak? Kidobják, így van. Megunja a párját, ugyanez van. Fogyasztói társadalom van. Megunja a párját, kidobja. Érted? Fogyasztói társadalom. És nézd meg, na akkor következő, ezzel kapcsolatban. Te láttál már olyat, hogy valakinek elkezd elromlani a párkapcsolata és boldog ettől?
Hát erről van szó. Tehát mi lenne az életünk értelme? Hát az lenne, hogy minél boldogabban éljük az életünket, nem? De úgy hogy éljük, hogyha elkezd elromlani a párkapcsolat, és ezáltal egyre boldogtalanabb az ember. És ugye ha megnézzük, úgy oda alakulnak a párkapcsolatok, hogy ugye vannak különböző személyiségtípusok, és azok közt van olyan személyiségtípus, aki ilyen kicsit beletörődő, ami annyit jelent, hogy neki jó úgy, ahogy van, és ezáltal eszébe se jut, hogy kilépjen a kapcsolatból. De általában a beletörődő személyiség típusnak a párja az pont az ellentéte, az meg pont nem beletörődő, az meg mit akar? Kilépni a párkapcsolatból. És ugye ezáltal ugye mi történik? Hát valamilyen oknál fogva mégsem lép ki az a párkapcsolatból, aki kilépne a párkapcsolatból, hanem mi fog történni? Az, aki beletörődő, belehal a párkapcsolatba. Érted? Szó szerint értsd. Tehát ő úgy menekül ki a párkapcsolatba, hogy belehal. És a másik ott marad egyedül, amit úgy hívnak, hogy magány. Oké? Miért maradott, mint magányos ember? Mert olyan párkapcsolati negatív tapasztalatai keletkeztek, ami megakadályozza abban, hogy ő létrehozza még egy hasonló párkapcsolatot. Érted? Ezáltal nem lesz még egy párkapcsolata. Ráadásul ugye a világ egy kicsit megváltozott, és ha mondjuk van egy 40 éves nő, aki egyedül maradt, csak most mondtam egy példát, az általában milyen férfit fog találni? 25 éves. Az azt jelenti, hogy 50 év fölöttit. Tehát ami azt jelenti, hogy mondjuk egy saját korosztályában lévő férfinak inkább a nálánál fiatalabb kell. Oké? Na most ezzel megint mi a baj? Tudjátok, mi a probléma? Az a probléma, hogy vannak a generációváltások. A generációváltás, hagyjuk a háború előtti generációváltást békén, nézzük a háború utáni generációváltást. 1967-1968, ez egy generációváltás. 67-ig előző generáció, 68-tól következő generáció. Van egy másik generációváltás, 92, tehát 1992-1993. Tehát 92-vel befejeződött a 68-al induló generáció, és 93-mal kezdődött az új generáció. Tehát ez az egyik probléma. A másik a szemléletbeli probléma, az pedig úgy néz ki, hogy a szemléletbeli különbség az 8 év felett elkezd szembetűnni. És 15 év feletti korkülönbség esetén pedig nagyon szembetűnő a szemléletbeli különbség. Sőt, ugye sokszor szokták mondani, hát hogy apja lehetne, vagy anyja lehetne. Emlékeztek erre? Hát azt gondoljátok végig, hogy elég szemléletbeli különbség, nem? Hogyha apja lehetne, vagy anyja lehetne.
ismerek olyan párkapcsolatot, ahol több mint 20 év a korkülönbség. A férfi az idősebb, és a hölgy, tudjátok mit mond? Tehát ugye mindenki, ahol nagy a különbség, korkülönbség, akkor ott, ha a férfi javára nagy a korkülönbség, akkor a nőnél apa komplexusról beszélünk. Ha nő az idősebb, akkor a férfinél meg anya komplexusról beszélünk. Tehát az azt jelenti, hogy gyerekként anyahiányt vagy apahiányt élt meg, tehát anyahiányt élt meg a férfi, vagy apahiányt élt meg a nő. És ezáltal kellett neki egy apapótlék, vagy egy anyapótlék. Oké? De gondold végig, ahogy idősödik a jóval idősebb, tudod, mit fog mondani a fiatalabb? Szeretkezzek az apámmal? Vagy szeretkezzek az anyámmal? Hoppá! Érted? Mert addig, míg mondjuk a hölgy 20 éves, vagy a férfi 20 éves, és az ellenkező nem mondjuk kétszer annyi, a 40 éves még nem annyira koros. De gondold végig, mikor az egyik lesz mondjuk 50, a másik meg már 70. Már nagyon durva. Érted? És az 50 éves nem fogja kívánni a 70 évest. Mert még a 20 éves az fogja kívánni a 40 évest. De az 50 éves nem fogja a 70 évest. És akkor ezt látni a világban, hogy nagy-nagy baj van a párkapcsolattal. És hát nem csak a párkapcsolattal van gond, hanem egy másik dologgal is gond van. Azzal, amit úgy hívnak, hogy minél több pénzköltés miatt élni. Tehát minél több pénzköltés miatt élni. Tehát nagyon érdekes, mert az emberek nagy része, főleg itt a nyugati társadalomban, tehát ahol körülvesznek minket az emberek, ahonnan innen, itt élünk, azt látni, hogy az a cél, amit pénzzel meg lehet venni. Érted? Na most ezzel egy gond van. És mi lesz, ha nem lesz elég pénzed, hogy megvedd? Mi lesz belőle? Tehát mi fog történni akkor, ha netán-tán nem lesz elég? Ez lehet, hogy te azt mondod, hogy ott ilyen nem lesz, mert annyi pénzt keresek, hogy tüzelni tudnék vele, főleg mai világban, érted? Nem is egy olyan nagy gond. Ja, tehát vannak ilyen emberek, de ezt tudod mennyi? Ez jó esetben azt tudom mondani, hogy a lakosság 3%-a. A 97% nem így él. A 97%-nak kevesebb pénze van összességében, a 97%-nak a vagyonát, meg a jövedelmét, meg a pénzét összeszoroznánk, kevesebb lenne, mint a 3%-nak együtt. Világos ez? Tehát ami azt jelenti, hogy jó nagy különbség van a 3% és a 97% között. Tehát lehet, hogy a 3% tudja azt mondani, hogy nem számít, mert annyi pénzem van, hogy Dunát lehet vele rekeszteni, érted? De a 97% nem tudja ezt elmondani. És a 97% az bizony függ az áraktól. Érted? És függ a bevételétől. Természetesen. Ha a bevétele és az árak között csökken a különbség, akkor elkezd egyre nagyobb bajba kerülni a lakosság nagy része. És nem tudom, figyelitek-e, hogy ez elkezdődött a nyugati társadalomban mindenütt. Nem csak itt, hanem nem csak Európában, hanem Észak-Amerikában is. Tehát ami azt jelenti, hogy elkezd szűkülni ez a sáv.
Tehát legyen ez a kiadás, ez a bevétel. Ugye az a jó, ha a kiadás kicsi, bevétel nagy. Az már kevésbé jó, hogyha nő a kiadás, és csökken a bevétel. De most nem összegszerűen kell ezt nézni, hanem értékrendszerűen. Tehát ami azt jelenti, hogy a bevételedből mekkora a vásárlóerő. Érted? Tudsz-e vajon annyit vásárolni, mint előtte? És ha folyamatosan csökken az, amit vásárolhatsz a bevételeden, akkor ez a sáv, ez szűkül. Világos ez? És minél szűkebb ez a sáv, annál nagyobb mértékben rombolja az emberek biztonság érzetét. Oké? Tehát az embernek az egyik biztonság érzete abból adódik, hogy van elég pénz megvenni ezt, azt, amazt, amit szeretne. Nyilván az is egy biztonságérzet, hogy ne hulljon a fejünkre a bomba, stb. Stb. Érted? Legyen mit tudom, legyen elég víz. Ez mind a biztonságérzetünk része, de a legtöbb dolgot, mondjuk a bombákon kívül, azzal tudod megoldani, hogy megveszed. Nem? Tehát megveszed. Ha valakinek nagyobb biztonságérzete van, és mondjuk testőrökkel akarja magát körülvenni, akkor nyilván ehhez is pénz kell. Ha valakinek, mit tudom én, az a biztonságérzet, hogy falakat húz maga körül, akkor annak a falnak a létrehozására is kell pénz. Szóval lényeg az, hogy a biztonság érzete azáltal az embereknek csökken, hogyha szűkül ez a sáv. És ez a sáv annyira összeszűkülhet, hogy megszűnik a biztonságérzet. És ez a tendencia, ez elindult. Ezt látni kell, hogy elindult. Tehát ha valaki nem látja, hogy elindult ez a tendencia, és azt várja, hogy majd megoldják, és visszaálljon a múlt, akkor álomvilágban él. Tehát ébresztő. Oké? Tehát ébresztő. Nem jön vissza a múlt. Oké? Nem jön vissza. Vagy képes vagy alkalmazkodni a jelenhez és a változó időszakhoz, ami ezután következik. Már ugye elindult. Mióta megy? Hát 2020 óta. 2020 március óta. Tehát vagy elkezdesz alkalmazkodni, vagy elkezd szűkülni neked ez a bevétel és a kiadás közti sáv. És egyre kevesebbet és kevesebbet tudsz költeni. Na most gondold végig, mennyien lehetnek, akiknek ez problémát jelent, hiszen most jött egy olyan, hogy energia áremelés kérdése felvetődött, és már az emberek egy jó része bepánikol. Oké? És például, mit tudom én, elfogytak a tűzrakós eszközök, érted, amit rakni kell. Elfogytak. Tehát a boltokból. Szó szerint. Hát minden olyan eszköz, amit rakni kell, tehát szénnel vagy fával rakni kell, azok a boltokból kifogytak, nem győzik gyártani. Szó szerint, és hónapokat kell várni az ilyen eszközökre. Én nem vásároltam ilyet, csak hallottam, hogy ezt csinálják az emberek. Tehát ez gondold végig, az emberek elkezdtek pánikolni. Tehát mintha arra számítanának, hogy ez a háború, ez tartós lesz. Nem? Nem arra számítanak? Tehát általában jó, ha tudjuk, hogy a háborúk, főleg azokon a területeken, ahol folyik, azok télen nem folytak.
Miért? Mert hideg van, meg sár van, érted? És nem tudnak közlekedni. Hát de, de ez hiába, ez, ez a háború, ami most folyik, hála Istennek, ugye hagyományos eszközökkel folyik, és jellemzően nem repülőkkel folyik, hanem, hanem járművekkel folyik elsősorban. Tehát ami azt jelenti, hogy várhatóan ott bejön a hideg, már pedig arrafelé szokott lenni, nem kis hideg, akkor úgy megáll a háború, mint ahogy kell. Érted? Hát minden háború, ami arrafelé elindult, az télen sose folyt. Tehát a németek sem harcoltak télen. Az oroszok azok harcoltak télen. Azért, mert tudták, hogy a németek nem harcolnak. És ezért ugye a németek fegyverei befagytak, az orosz fegyverek meg lötyögtek, zörögtek, azok működtek. Szóval a lényeg az, hogy ugye mostanában precíz fegyverek harcolnak az emberek, és lehet, hogy a nagy hidegben nem fognak működni a precíz fegyverek. Érted? Hát egyik se, hát ha nem tudnak lőni, akkor hogy támadják egymást? Szóval lényeg az, hogy, hogy mondom, télen nem lesz háború. Megállnak a frontok, ha most addig nem végeznek, akkor télen meg fog állni. Érted? Majd tavasszal újraindul, márciusban. Így van, és addig erőt gyűjtenek. Hát az alatt jöhet a Covid a háború helyett, persze. És akkor azt mondják majd, hogy a hideg miatt fegyverszünet. Érted? De a fegyverszünetben akkor nem feltétlenül biztos, hogy akkor is alkalmazzák majd a szankciókat. Hát mert nincs háború. Érted? Akkor, ha akkor is alkalmazzák a szankciókat, akkor mikor nincs háború, akkor az egy kicsit fura lesz. És akkor lehet, hogy megint fog menni minden. De az emberek már bevásároltak, mondom, elfogyasztották az összes olyan eszközt, amivel tüzelni lehet. Na mindegy, hát erre nem gondoltak. Én csak úgy mondom ezt a dolgot. Szóval nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy hogyan gondolkozol azzal kapcsolatban, amilyen világban vagyunk, és amifelé haladunk, ahol szűkül ez a sáv, és egyre kevesebbet vásárolhatsz a pénzedért, és az ember azt is tudni, hogy addig él, ameddig van, tehát a párkapcsolat addig működik, míg van közös téma, és az ember addig él, ameddig van célja. És ha az emberektől elveszik a célokat, akkor az emberek elkezdenek hullani, mint a legyek. Szó szerint. Oké? Na most azok az emberek, gondold végig, akiknek az a célja, hogy minél több pénzt keresni és minél több pénzt elkölteni, és ezt nem tudják megcsinálni, mi lesz a következő céljuk? Elveszik a célt, és értelmetlen lesz az élete. Nézzétek meg, hogy mennyire igaz ez. Amikor ezek a kijárási korlátozások voltak, az emberek jó része, aki ezt betartotta, azok depresszióba estek, érted? Depresszióba estek. Miért? Mert a céljaikat elvették. Valaki ezt nem látja át, az csukott szemmel élt abban az időszakban. Tehát a céljaikat elveszik az embereknek, akkor az emberek depresszióba esnek, és ha tartósan megmarad a depresszió, akkor hamar bekövetkezik a halál. Tehát depresszióból
sokkal könnyebb a halálba jutni, mint onnan kikerülni a depresszióból. Nem tudom, elég világos voltam-e. Még egyszer mondom, tehát depresszióból halálba jutni sokkal könnyebb, mint a depresszióból kikerülni és egy jobb hangulatba kerülni. Oké? És lássátok át, hogy e felé megyünk. Tehát e felé megyünk. És majd meglátjátok, mikor mondjuk egy év múlva beszélünk erről, hogy mennyire volt igazam, jó? Mert ilyen dolgokban, hogy mi lesz, mindig bejön az, hogy úgy lesz, ahogy mondom. Oké? Na most, és ha te azt várod, hogy majd ezt megoldja a kormány, vagy bármelyik kormány, ahol ugyanez a helyzet, ilyen hasonló helyzet, akkor te nagy tévedésben élsz. Tehát a kormány van anyagilag a legrosszabb helyzetben, mindenütt. Rosszabb helyzetekben vannak a kormányok anyagi szempontból, mint a lakosság nagy része. Érted? Tehát a kormányoknak több az adósságuk, mint a lakosságnak. Érted? Tehát most úgy értve a lakosságot, hogy nem összevonva a lakosságot, hanem átlagosan a jövedelemhez képest a családoknak. Tehát gondold végig, hogy egy állami bevétel, amiből működtet egy országot, az évente mennyi, mindegy melyik ország, mindnek más nyilván, na ahhoz képest az adósság kifizethetetlen. Érted? Erről már beszéltem, hogy miért, nem ma, hanem például az előző előadásban is, de kifizethetetlen. Tehát ez olyan, mint mikor egy családnál az adósság kifizethetetlen. Az mi lesz abból, ha egy családnál az adósság kifizethetetlen? Csőd. Csődbe megy a család anyagi szempontból. Ami azt jelenti, hogy lenullázódik a vagyona. Érted? Na most a világon, nem tudom, tudjátok-e, hogy több ország már ezen átment, főleg dél-amerikai országok, Venezuela, stb. Stb. És tudod, milyen szintre süllyedt a lakosság életszínvonalban? Amit a te életedben még nem tapasztaltál meg. Érted? Az azt jelenti, hogy olyan mértékű az eladósodottság az országoknak, hogy a kormányoktól segítséget ne várj. Tudod, kik kapják a kormányoktól a segítséget? A multimilliárdosok. Nem vicc. Komoly. Érted? Nem a lakosság. Tehát most az, mikor azt mondják, hogy a rezsicsökkentés az mekkora segítség, meg ez az árstopp mekkora segítség, az ahhoz képest nudli. Érted? Mint amennyi segítségre szorulnak majd az emberek. De hát ez azt jelenti, hogy gondolkodni kell, hogy melyik a jobb megoldás számodra. Várod a nem létező segítséget majd, vagy pedig teszel a saját jövődét. Ez a kérdés. Melyik a jobb megoldás? És mi a jövőd? Nagyon egyszerű. Közös vállalkozás a pároddal. Oké? Közös vállalkozás. De milyen közös vállalkozás egy olyan gazdasági környezetben, ami omlik össze? Hát olyan közös vállalkozás, ami pont, aminek pont jó az, hogy omlik össze a gazdaság, és az emberek egyre rosszabb helyzetben vannak. Ami pont ilyen helyzetben tud igazán növekedni. Nem tudom, hány ilyen vállalkozásról tudtok. Én is tudok egyet. Mi is tudunk egyet.
Tehát miért? Mert nagyon egyszerű, mi egyszerűen tudjuk azt, hogy az emberek úgy működnek, hogy amikor élesedik az anyagi probléma náluk, akkor egyre inkább az alternatív megoldásokhoz fordulnak. Mi az alternatív megoldás? Nem az anyag, hanem a szellemiség. A tudatosság fejlesztése. Tehát most gondold végig, ha minden rendben van az életedben, minden úgy megy, ahogy szeretnéd, akkor nyugodtan hibázhatsz. Nem? Akkor is túlélsz. Hibákat hibára halmozhatsz, akkor is túlélsz. Hát gondold végig, hány millió ember vált el a Földön már? Miért? Hibáztak. És annak következménye az, elválás volt, és túlélték. Miért? Mert egyébként minden ment rendesen. De egy olyan világban, ahol nem megy minden rendesen, hanem minden szarul megy, bocs, hogy így mondom, akkor baromi luxus a hibázás. Érted? Akkor egyszerűen nem szabad hibázni, mert a túlélésed kerül veszélybe. Érted? Tehát amikor megy a gazdaság, minden megy, az emberek jól élnek, nyugodtan hibázhatsz. De egy olyan helyzetben, amikor gáz van, akkor nem lehet hibázni. Érted? És ahhoz, hogy ne hibázz, ahhoz az kell, hogy tudj. Érted? Hogy tudj. Mit tudj? Hát minden olyan helyzetről legyen tudásod, ami veled szembe jön. Van egy olyan coach képzésünk, a coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító. Legalábbis a mi értelmezésünkben. Van egy olyan coach képzésünk, hogy célmegvalósító coach. Tehát, hogy képes legyen valaki, aki itt tanul, arra, hogy a céljait megvalósítsa. Tudod, hogy működik a célmegvalósító coach? Pontosan ugyanúgy, mint egy szakma. Ami azt jelenti, hogy teljesen szakmai jellegű tudás, tehát a célmegvalósító coach az egy lépésről lépésre végrehajtott tevékenység. Tehát bármilyen célt az ember képes megvalósítani, hogyha a célmegvalósító coach tudása alapján végrehajtja a lépéseket. Ezt csak azért mondom, mert ebben van olyan pont, hogy mi van, ha elakadsz. Érted? Nem tudom, tudjátok-e, hogy a vállalkozások, 90, az induló vállalkozások 96 vagy 5%-a az első 3 évben tönkre megy. És ugye két okból mennek tönkre, vagy eleve nincs elég tudása, vagy jön egy olyan probléma, amit nem tud megoldani. Érted? És ezáltal tönkre megy. Tehát ami azt jelenti, hogy elakad a haladásban. Tehát a célmegvalósító coachban van egy olyan pont, hogy mit tegyél, ha mindent jól csinálsz úgy, ahogy a pontok le vannak írva, érted? És mégis elakadsz a megvalósításban. Akkor jön az, hogy kell egy külső segítség, egy külső segítő, aki ránéz arra a területre, amiben elakadtál, és azt mondja, hogy figyeld, van rá megoldás, ezt, meg ezt, így, meg így csináld. És akkor te meg szépen megcsinálod, és haladsz tovább. Na most ezt nem kapják meg a vállalkozások, ezért tönkre mennek. Tehát a cél megvalósító coachban ez benne van, ez a pont. És ez miért fontos ez a pont? Azért, mert az ember elakadhat, és akkor ezt a pontnak a lépéseit kell alkalmazni. Tehát ezek a lépések 3 dolog.
nézz utána a meglévő anyagodban, a meglévő tudások alapján. Ha hiába nézel utána, nem megy. Kettő, kérdezd meg, hogy hol néz utána. Oké? Ha sem megy, akkor kérdezz attól a személytől, aki tud. Világos ez? Ez a három lépés van. Ez tudod, mit jelent? Ez azt jelenti, hogy itt vannak olyan személyek, akik tudnak. Tegnap beszéltem egy házas párral, és föltettek konkrétan egy kérdést, hogy ebben kellene nekik segítség. És akkor mondtam nekik, hogy figyeld, ebben tud a vezetőd is segíteni, meg az igazgatód is segíteni. Tehát tudom, hogy tud. Ezért ne tőlem kérjétek a segítséget. Világos voltam. Tehát ami azt jelenti, hogy vannak olyan emberek, akik tudnak és tudnak segíteni ezáltal az embereknek. Érted? És simán megálltam, hogy nem adtam avval kapcsolatban tanácsot. Miért? Mert azt mondtam, hogy ott van két vezetőd, bármelyikhez fordulhatsz, ugye a vezetődhöz is, igazgatódhoz is, mind a kettő tudja a választ. Oké? Na most akkor megkérdeznél, hogy hol vannak ilyen szervezetek rajtunk kívül, ahol vannak olyan vezetők, illetve igazgatók, akikhez lehet fordulni, és meg tudják adni az elakadásra a választ. Ez itt nálunk így van kialakítva az egész rendszerünk, hogy ez a pont is működjön. És ez a legnagyobb probléma a célok megvalósításánál, máshol a világban, hogy nincs segítség. Nincs segítség. Itt van. Oké? Az elmúlt 12 évben sok ezer emberrel kommunikáltam, nagyon sok embernek kellett segíteni, rengeteg kérdést föltettetek nekem, egyetlen egy olyan kérdést nem tudtatok föltenni, ami az élet és az ember, tehát csak zárójelben mondom, hogy ami az élet és az ember ismerettel kapcsolatos, nem tudtatok olyan kérdést feltenni, amire ne tudtam volna megadni a választ mondjuk pár percen belül. Oké? És hála Istennek ezt a fajta képességet kezdik elsajátítani a vezetők, illetve igazgatók is. De csak ők. Oké? Mert ez a képesség, ez nem csak tanult, hanem elsősorban kapott. Világos ez? És ha valaki megérdemli, mert vannak emberei, akiknek kell segíteni, azok, és elég embere van, nem 5 ember, hanem mondjuk 50. Érted? De ez az 50, ez nem inaktív, csak egy tanuló, hanem aktív emberek. Akkor elkezd ez a fajta képesség kifejlődni, mert megnyitják hozzá a csatornát, a forrást. Kik? A fentiek. Oké? Nehogy azt higgyétek, hogy csak én fogok rendelkezni ilyen különleges képességekkel, mint ami van nekem számos különleges képességem. Ezt ugyanúgy meg fogják kapni, nyilván a segítségemmel is, meg fogják kapni a vezetők, meg az igazgatók. Oké? De csak ők. Tehát nekem van olyan lehetőségem, hogy javasolhatok a fentieknek. Képzeld el? A bolygón nem sok olyan ember van, aki javasolhat a fentieknek, hogy mit csináljanak, mit tegyenek. Én igen. Oké? És ez nem nagy képűség, ez bebizonyított tény. Oké?
nem sok olyan emberrel fogsz találkozni a bolygón, akinek van ilyen adottsága, lehetősége, érted? Én ismerek olyan embereket, akiknek lehetőségük volt arra, hogy használják a tudást, és nem használták, nem használták. Ezáltal az életükben olyan hibákat követtek el, amit nem köszöntek meg. Na most én a tudást, amit kaptam, használom. Világos ez? És mindent elkövetek annak érdekében, hogy más is használja majd a tudását, illetve nem csak majd, hanem a múltban is elkövettem már ilyeneket. Tehát használja a tudását. Tehát én tanítok olyanokat, hogy etika, ami a képzések alapja, az alapok alapja. Van 6 alaptémánk, abból az egyik az etika, és az az alapok alapja. És ugye én például azt is láttam már, hogy valaki mondjuk az etikát mégse tartotta be annak ellenére, hogy használhatta volna. Ezáltal az élete az nagy bukfencet vetett. Tehát ez egy alap dolog, hogyha az ember valamit tanul, használja. Használja. És nekem minden lehetőségem megvan, hogy használjam. És nem kaptam a lehetőségeket, hanem létrehoztam. Mert én is megtehettem volna, hogy elém került egy lehetőség, és ugyanúgy, mint nagyon sok ember a Földön, nem élt vele. Érted? Én is megtehettem volna, hiszen szabad akarat van. Azzal, hogy te élsz egy lehetőséggel, vagy sem, az a te döntésed. A lehetőségeket eléd rakják, de az a te döntésed, hogy élsz-e vele. Tehát eléd rakták azt a lehetőséget, hogy tanulj. Lehet, hogy már tanulóként itt tanulsz. A legtöbb ember, aki hallgat engem, nem tanulónk. Sokkal többen nézik az előadásomat olyanok, akik nem tanulók. Hiába elé rakták a lehetőséget, nem, neki az, azt mondja, hogy ő, neki az elég. Igaz, hogy nincs benne módszer a díjmentes részben, de neki az elég. Igaz, hogy módszer nélkül nem fog tudni az életén változtatni, de az neki elég. Mert az ő döntése, hogy az neki elég. Nem tudom, világos voltam-e. Az az ő döntése. Elé rakták a fentiek a tudást, a tudás megkapásának a lehetőséget, de nem él vele. Tehát nem mindegy, hogy valaki azt hallgatja, hogy ne ilyen legyél, hanem olyan, vagy azt is hallgatja, hogy hogyan jussak el oda, hogy ne ilyen legyek. Oké? Vagy az sem mindegy, hogy van lehetőség gyakorolni. Hogy még az ember itt nálunk a gyakorlásra is kap lehetőséget. És az, hogy ez így működik, nem a fentiek teremtették meg, csak elém rakták a lehetőségeket. És nekem kellett azt a döntést hozni, egyedül nekem, hogy amit elém raktam, azzal én élek. Érted? És ebben nem is a nejem hozott helyettem döntést, vagy bárki más, hanem nekem kellett meghozni a döntéseket. Érted? Hogy én nem csak azt csinálom, mint a legtöbb ember, hogy elém raknak valamit, és nem élek vele. Hanem amit elém raktak, én avval éltem. Azt a döntést hoztam meg, hogy igenis, ha már elém rakták, élek vele. Érted? De mondom még egyszer, bárki felül bírálhatja azt, amit a fentiek szeretnének, hogy elé rakják azt a dolgot, és azt mondja, hogy nekem ez bőven elég, hogy nézem a díjmentest.
csak a díjmentestől nem fogsz fejlődni. Érted? Nem fogsz fejlődni, mert ahhoz, hogy fejlődj, módszerekre van szükséged. Lehet, hogy érdekes az, amit mondok a díjmentesbe is. Lehet, hogy mit ami motivál, de nem ad megoldásokat. A megoldások a coach képzéseinkben vannak. Megoldások a tanulóknak vannak. De a tanulók sem tudnak továbbfejlődni, ha nem tudják gyakorolni a tudást egy magasabb szinten. És tudod, mi a magasabb szintű tudásgyakorlás? Mikor embereken gyakorlod a tudásodat. Érted? Másokon gyakorlod a tudásodat. Mikor például valakinek segítesz, vagy segítenél, és mondjuk nem jut eszedbe avval kapcsolatban semmi, mert esetleg még nem tanultad azt. És közben megküldik az információkat. Érted? De magadért nem fogják megküldeni. És általában még a családodért sem fogják megküldeni. Mert ugye miért? Mert amikor magadért csinálsz valamit, vagy a családodért, nem tudatosan cselekszel, hanem érzelemből. Érted? Tehát amikor vadidegen embereknek segítesz, az csak tudatosan lehet. Mert ott nincs az, hogy jaj, hát az én feleségem, vagy az én férjem, jaj, hát az én gyerekem, vagy az én szülőm, vagy én magamról van szó. Érted? Egy vadidegennél ezeket nem tudod mondani. Egy vadidegenhez érzelem nem köt. Érted? És mégis tudsz vadidegen embereknek segíteni úgy, hogy arra adnak sugallatot. Oké? Megoldás. Miért? Mert ha vadidegeneknek segítesz, akkor ahhoz tudatosnak kell lenned. Érted? És a fentiek nem az érzelmeket támogatják, hanem a tudatosságot. Jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdánknak. Szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönöm szépen, köszönjük szépen ezt a csodálatos és információdús előadást Erdőcsik Miklósnak. Hát több dolog eszembe jutott az előadással kapcsolatban, azt most felét már is felejtettem. A lényeg az, hogy két dolog azért nagyon bennem maradt. Az egyik az, hogy ezt nagyon megerősítem, amit most a végén hallottunk, hogy mivel van már kisebb, nagy közepes méretű csapatom, és ők már alátámasztották többször azt, hogy mivel körforgásban mennek a képzések, ez azt jelenti, hogy témakörök folyamatosan egymás után következnek, és mindig akkor jöttek ide, tehát fentiek akkor irányították ide az illetőt, akiről éppen beszélek, amikor a neki szóló előadás, neki szóló témakörök voltak. Úgyhogy ez 100%-ig így van, hogy a fentiek elénk teszik, mindenki elé teszik azt, amit és akkor, amikor nekik arra szükségük van. És ugye három pont után mondhatjuk azt, hogy de ott a szabad akarat. Vagy él vele, vagy nem él vele. Viszont az is megtapasztaltam, és ezt is alátámasztották, hogy rengeteg ember nemhogy nem tudja, hogy mit nem tud, hanem nem, igen, hogy nem tudja még azt, hogy mit nem tud. És ezt csak úgy lehet megtapasztalni, hogyha idejön és kipróbálja. De ezt másképp nem lehet. A másik dolog, ami eszembe jutott, ja igen, először elmondom, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy házigazda lehetek, úgyhogy ezt köszönöm. Ezzel akartam kezdeni, elmaradt. Mert annyi minden eszembe jutott. A másik dolog, hogy nagyon örülök, hogy családom egy részével vagyok itt. És a harmadik az az, hogy minap is volt egy ilyen beszélgetésem valakivel,
És ő azt mondta, hogy azért megnézett több előadást, és azért nem kezdi el, mert ő nem szereti azt, hogyha megmondják neki, hogy hogy csinálja, meg az se igaz ő szerinte, hogy mindenkinek ugyanaz a tanács érvényes, amit hall a képzésem. Na most én erre azt mondom, az jutott eszembe, nem tudom, erre, ezzel voltatok ti is így, akik nézik az előadást. Én több mint 4 éve tanulunk itt párommal, és nekem olyan, hogy Szedlacsik Miklós mesterünk 4,5 éve, mintha nekem adna személyes tanácsodást. Tehát ennél személyesebb tanácsodást nem tudok elképzelni, tehát nem tudom, ez az érzés, hogy bennetek van-e. Tehát olyan minden képzés, mintha hozzám szólna, mintha nekem mondana tanácsot, nekem mondana javaslatot, és ez már több mint 4 éve így történik. Tehát én nem tudok olyan előadó tanítót, aki 4,5 éve velem foglalkozna. Úgyhogy ezt mindannak üzenem, hogy ezen tegye át magát, aki erre gondol, mert ugyanis mindig személy szerint megkapjuk azt a információt, tanácsot, amit mi be tudunk építeni az életünkbe. És ez eddig így volt, hittem benne, most már tudom is, mert megtapasztaltam. Úgyhogy ez tapasztalattá vált. Amit még elmondanék, az az, hogy a tandíj. A tandíj, hát most ebben az áremelkedés időszakban nem tudom, de mondjuk olyan 150 ezer forint értékű havi képzésünk van, amit egyébként nem is lehet megkapni sehol máshol, mennyiért se. Viszont kedvezményesen 40 ezer forintért el tudod kezdeni az első hónapot, utána 20 ezer havonta. Viszont, és mindig van viszont, akciósan most el tudod kezdeni akkor, hogyha most belevágsz, tudsz egy döntést hozni, és azt, ami mögötted azt mondja, hogy nem most, majd később, vagy nem kell, azt nyugodtan hessegesd el, az nem kell neked. Viszont, ha most belemersz vágni, akkor 3 hónapi képzést kapsz, nem egész 40 ezer forintért, 39.300 forintért 3 hónapot. Ezt azért mondom, mert egy hónap alatt nem lehet föltérképezni, nem lehet rájönni, nem lehet fölismerni azt, hogy itt mekkora tudás van és miről van szó. Nyilván be lehet fizetni 1 hónapot is, ezt el lehet osztani, ezt a 39.300 forintot, ez 3 hónap akciósan, de egy hónapra is el lehet kezdeni és befizetni. Nincsen tanulmányi szerződés, bármikor abba hagyhatod, de garantálom, hogy ha elkezded, nem fogod abba hagyni. Ezt nagyon kevesen hagyták már abba, viszont hát az se, hogyha valaki abba hagyja, mert akkor is a fentieknek mond egy nemet, egy fentieknek mond egy olyan biztos utasítást, amire ők azt mondták, hogy neked itt a helyed, azt mondták, hogy neked ez kell, ez a tudás. Ha te abba hagyod, akkor a fentieknek mondod azt, hogy nem. Ez elég veszélyes, tehát én ezt nem merném megtenni. Úgyhogy ennyit szerettem volna mondani. A szünet után önbizalom teremtő coachunk következik, ami hát a mai világunkban azt mondom, hogy lehet, hogy tehát mindenkinek egytől egyig a Földön szükséges lenne. Te döntésed, hogy kipróbálod, vagy nem. Most is jöhetsz tanulni, visszamenőleg azt 1-2 előadást meg tudod hallgatni, a felvételről nem probléma. És én szoktam javasolni, akik most jöttek tanulni, hogy ha időd és anyagi lehetőséged engedik, akkor az előző képzést is érdemes megvenni, mert az én szerintem most a Földbolygó leghatékonyabban használható képzése volt, az elnyomásteremtő coach. Én nem tudom, hogy... Tehát azt már másodszor hallgatom, viszont a törzsanyag az ugyanaz volt, viszont Szedlacsik Miklós mesterünk folyamatosan kap fentiektől információt, és azt rávetítheted a jelenlegi világunkra. Úgyhogy én azt mondom, hogy ha most hallgatod az előadást, és még nem fizetted be, akkor nyugodtan tedd meg, és rohanj el az első bankba, vagy netbankon gyorsan fizess ki az első havi tandíjat, vagy akár 3 havi tandíjat, nem fogod megbánni. Ennyit szerettem volna mondani. Most pedig 30 perc szünet következik.